Létezik, hogy egy 400 ezer forintos videós profi fénytudása belefér egy 100 ezer forintosba? Ha ebbe a körben mozogsz, akkor talán hallottál már az Aperture-ről, ami arról híres, hogy elég magas minőségű fényeket csinál, nem az ilyen hollywoodi produkcióknak, de azért olyan ügynökségeknek, produkciós irodáknak, akik a legnagyobb minőséget szeretnék. Nos, az Aperture csinált most valamit. Ez a valami pedig nem más, mint az Amaram vonal, ami a LED COB fényeknek egy elérhető változatát alakította ki, ami a szólókreátoroknak, freelanceröknek egy tökéletes megoldás, mindezt úgy, hogy a tényleg 400 ezres szintű vagy akár még drágább fényeknek a tudását belepakolta egy sokkal jobban elérhető, gazdaságosabb formába. Ma az Amaran vonalról fogunk beszélni, 100D, 100X, 200D, 200X-ről. A D az azt jelenti, hogy daylight, tehát nappali fény, 5600 Kelvin. Az X pedig a bicolored jelenti, tehát hogy különböző színhőmérsékleteken 2800-tól 5600 Kelvinig használhatjuk ezeket a fényeket. A bicolor verzió egy kicsit elveszít az erejéből, viszont érdekes módon a szín helyességében még jobb is, mint a sima nappali daytime verzió. Azt azért el kell mondani, hogy mindegyik nagyon jó fényt biztosít, ami azt jelenti, hogy van egy olyan értékelés, hogy CRI, és ez 95 feletti. Mindent át fogunk beszélni arról, hogy milyen funkciók vannak, mi van a dobozba, kinek való ez, milyen a design, hogy érdemes használni, softboxokról beszélünk, de hadd tegyem ezt az egészet egy kontextusba. Az Aperture tényleg azt célozta be, hogy aki azért nem hollywoodi vagy blockbuster óriási filmeket csinál, legyenek elérhető fényei. És ez sok év óta nagyon jól csinálja. Viszont ezek még mindig nem azok, amiket mi szólókreátorok, akik itthon vagy freelancerként dolgozunk, szívesen megfizetnénk. És ezen a kis piaci résen olyan vállalatok, mint például a Viltrox vagy a Godox dominálnak. Nagyon jó minőségű fényeket csinálnak elérhető áron. És az Aperture érezte, hogy nekik azért van itt helyük, van értelme belépniük, és pontosan ez az, ahol az Amaran vonal, ezek a típusú fények megjelentek. De mi a titok? Hogy tudta meglépni az Aperture, hogy ebben a piacban is tudjon egy nagy szeletet kiszakítani, hogyha úgy tetszik? Hát egyrésztről a legfontosabb a minőség, hogy amikor magának, a fénynek a tulajdonságairól beszélünk, ez teljesen ugyanaz, mint a nagy testvéreknek, a sokkal drágább, robosztusabb fényeknek a minősége. A másik pedig a felhasználó élmény, és nem csak az, hogy hogy néz ki a fény, és hogy mennyire egyszerű használni, hanem az is, hogy van hozzá egy zseniális alkalmazás, amit Sidus Linknek hívnak, fogok róla nagyon sokat beszélni a videóba, de ennek a kettőnek az inkorporálása, összekapcsolása igazából a verseny tetejére emeli őket egyből. Úgyhogy bárki, aki azon gondolkozik, hogy szeretné komolyabban venni a világítás technikát a videózás vagy fotózás során, el tud kezdeni tényleg ilyen 100 ezer forintos szinten befektetni egy fényre, vagy hogyha azt vesszük, hogy mondjuk 400 ezer forint egy LS300D, ennek az árából 2-3-4 Amaran fényt tud magának venni, és szépen építgeti egymás után a kis parkját, és tudja mindegyikhez használni az említett Sidus Link appot, aminek az az eredménye, hogy közösen tudjuk kontrollálni, ha majd veszünk RGB fényeket, vagy bármi más olyan Aperture terméket, vagy például az SGC Lightning, aki meg LED, mint a háttérben látható ilyen tube lightokat, cső LED fényeket csinál, az is kompatibilis a Sidus Link-kel, és ez az a logika, amikor nem egy termékre fókuszálunk, hanem ökoszisztémát építünk, és valami extrával, mint a felhasználói élmény, adunk olyat a fogyasztóknak, amivel már egy termék belépésével is kb. Predesztinálódik, előre eldöntött, hogy úgyis ilyeneket fogunk venni, hiszen úgy lesz majd az kompatibilis. Na, hát ennyit a vállalkozói és stratégiai bevezetésről. Most, ahogy mondtam, átbeszélünk mindent, de előtte jöjjön az intro.
Ebben a videóban az MRN vonalon belül a 200D-t fogom jobban bemutatni. Ezt elküldte nekem az Aputure, szóval ezt ilyen disclaimerként szeretném elmondani, és a hozzá tartozó új budget, tehát olcsóbb softboxát, a Lightdome SE-t, viszont semmilyen beleszólásuk nincsen abba, hogy én mit mondok a videóba, mi a véleményem, úgyhogy a legőszintébb tapasztalatomat fogom veletek megosztani. Beszéljük át, hogy mi van a dobozban. Hát maga a doboz is már baromi jól néz ki, érezni lehet, mint hogy amikor egy Apple terméket nyitunk ki, hogy igen, ez egy olyan magas szintű termék, az Aputure is ebbe nagyon állat, amúgy alap az, amit találunk, nyilván ott van ez a iszonyatosan erős fény, kapunk hozzá, hogy említettem, egy kábelt, amivel ugye össze tudjuk kötni és be tudjuk kötni az áramba. Ennek van egy ilyen kis brikke, ez a tipikus, mint ahogy mondjuk egy PlayStation-höz vagy különböző laptopokhoz is van, ugye ez az aksipak, amik keresztül megy egy áramforrás, és a másikban meg összekötjük az eszközt. Mivel hosszú a kábel, ami becsatlakozik a fénybe, nem kell aggódnunk, hogy a zsinórok össze-vissza mennek. A drágább fényekben általában ezt a kontrollegységet a fény mellett az állványra tudjuk helyezni, és ott is tudunk kontrollálni, de nyilván itt, mivel egy alacsony ár volt a cél, erről le kellett mondani, ez így van. Kapunk még a dobozban egy kis tölcsért, ez általában szokott jönni az ilyen fényekhez, hogyha nem softbox-al szeretnénk használni, akkor egy nagyobb körbe világítja meg ez a fény az adott tárgyat. Nyilván ez egy sokkal durvább fény, de itt jönnek be a softboxok, és mindjárt beszélni fogok a Lightdome SE-ről is, és igazából ennyi nincs is más a dobozban. Más, azaz mi az, ami hiányzik? Egyrésztről nincs benne például egy táska, amivel tudjuk hordozni, más fényeknél kapunk, de talán ezzel is jelzi az Aputure azon túl, hogy ugye különböző költségcsökkentő megszorításokat kellett behoznia, azt, hogy ez a fény nem arra van, hogy folyamatosan cipeljük, vigyük magunkkal ide-oda. A másik dolog, ami nekem nagyon hiányzik, az egy távirányító. Annyira jó lenne, hogyha mondjuk nem csak az alkalmazáson keresztül, hanem akár extra opciónként is megrendelhetnék egy kis távirányítót, és akkor csak ki van kapcsolva, nem kell mindig kibekapcsolgatnom a fényt. Ez az LS szériában a drágább fényeknél adott is. Nekem ez az, ami legjobban hiányzik ebből. Úgyhogy menjünk is át a funkciókra. Ahogy mondtam, a D az Daylight, 5600 Kelvin, az X pedig az, hogy Bicolor, 2800-tól 5600 Kelvinig tudunk eljutni vele. A CRI, ami egy nagyon fontos érték abban, hogy amikor mi kamerázunk és valamilyen fényforrás jön ránk, az mindig ugyanolyan lesz. Azt szokták mondani, hogy 90 felett már elég jó, 95 plusz, mint ahogy az Amaran vonal is, meg természetesen a többi Aputure termék is, az kifogástalan. Hiszen most azért is húztam le, hogy látjátok, ha már több videómat néztétek, hogy nem teljesen látszik a kinti rész, mert úgy jön be, most reggel van a nap, hogy kicsit így becsillant a lencsébe az a fény, és az nem mindig ugyanolyan fény, nem mindig ugyanaz a minősége, ugyanaz az erőssége, nyilván egy mesterséges fénytől, mint például ugye ezek a LED lámpák is, azt várjuk, hogy mindig ugyanazt adja, ugyanazon a színhőmérsékleten úgy tudjuk összepárosítani, ahogy építjük a parkunkat, ahogy az a legjobb. A CRI 95 pluszos értékével az Amaran vonal pontosan ezt nyújtja. Egy másik fontos kérdés, különlegesen akkor, amikor ilyen talking head, tehát a kamerába beszélünk, esetekről beszélünk, ilyen produkciókat csinálunk, ilyen felvételeket, az, hogy milyen a hűtés. Sokszor a hűtés túl hangos, ami nem gond akkor, hogyha mondjuk ilyen krimi b-rollokat veszünk fel, vagy például nagy produkcióknál majd utólagos szinkronról beszélünk, hiszen nem számít, hogy ott a helyszínen milyen a hang. Hát az Aputure, az Amaran vonalba itt is nagyot alkotott. Mondhatnánk azt, hogy miért nem csináltak olyan dizájnt, amiben nem került ventilátor, és mondjuk magát hűti, a Godox-nak vannak ilyen típusú LED fényei,
miért nem lehet mondjuk kikapcsolni, ugyanúgy van még kisebb belépő kategóriás különböző gyártóknál, például a Viltroxnak a V-Lite Ninja, ezt is teszteltem, ha nem láttad azt a videót, akkor kattints ide, amiben kikapcsolhatjuk, mondjuk 50%-ig kikapcsolhatjuk teljesen a hűtést, ezáltal semmilyen zaj nincsen. De itt jön be, hogy miért kapcsolnánk ki, hogyha egyáltalán nem hallatszik bele a videóba. Most a fény tőlem, és ugye az Amaran 200D-vel világítom meg magamat, eleve ez egy brutál erős fény, majd fogunk beszélni arról, hogy mekkora erőt tud, milyen erős fényt tud magából kiadni. Most olyan 25%-on használom, nagyjából talán kevesebb is, mint egy méterre van a kamerától, és semmit nem lehet hallani, nem fogja a hangunkat, az audiót semmilyen szinten érinteni. Hogyha bekapcsolnám most a klímámat, az jóval hangosabb, pedig ez ilyen ökoklíma, meg nagyon halk meg minden. Úgyhogy, na jó, túl sokat beszélek, csöndbe maradok, és nézzük meg, hogy hallotok-e bármit. Semmi, nagyon durva. A fényen kívül érdemes beszélni a tartórendszerről, ugye, amivel illeszthetjük mondjuk egy állványra, vagy bármire, amire szeretnénk. Hát az egész egy nagyon jó anyagból van, erős, fixen beállíthatjuk arra a dőlésszögre, amire mi szeretnénk. És van egy kis extra feature benne, egy olyan funkció, hogyha mondjuk nem szeretnénk drága softboxokba befektetni, akkor nyilván a legegyszerűbb ilyen lágyító, diffúzer, mint egy softbox, az az, hogyha berakunk egy ernyőt, nyilván nem tipikus ernyőt, hanem ugye ilyen fotós, videós ernyőt, magába, ebbe a tartórendszerbe be van építve egy lyuk, amin át tudjuk húzni az ernyőt, és ezáltal használhatjuk annélkül, hogy bármit ráillesztenénk, vagy külön hekkelnünk kéne magára a fényre. Egyet megjegyeznék, hogyha teljesen áthúzzuk a tartóját az ernyőnek, akkor pont oda megy, ahonnan a kábel kijön, és nem zavaró, meg lehet használni, de ezt talán dizájn szempontból egy fokkal jobban átgondolhatták volna. Ha megnézzük a fénynek a hátulját, akkor láthatjuk, hogy nagyon letisztul, sokkal kevesebb dolgot tudunk beállítani rajta, mint mondjuk egy komplikáltabb vagy drágább fényen, de ez nem is baj, hiszen ha apró dolgokat szeretnénk beállítani, vagy ilyen tweakingeket, akkor ott van arra az alkalmazás, mindjárt beszélünk róla, amúgy meg nagyon egyszerű. A daytime verzióba beállítjuk azt, hogy mekkora legyen a fényerő, és hogyha a bicolor verziónk van, akkor még nyilván a Kelvint is, tehát a színhőmérsékletet is tudjuk állítani. Maga rajta ez a tekerő kellemes, nem akad be, viszont hogyha benyomjuk, akkor 10%-os intervallumokkal tudunk ugrálni, tehát nagyon könnyen tudunk eljutni oda, ahova szeretnénk. Mondjuk most 25%-on van, de valamiért fel szeretném tekerni 100%-ra, akkor benyomom, felmegyek, felugrik 100%-ra, és utána pedig már simán százalékonként tudok mondjuk 94%-ra megérkezni. Egyszerű, egy óriási LCD van ahhoz képest, hogy mennyivel kisebb ez a fény mondjuk, mint a nagyobb LS szériás testvérek, amin pont azt látjuk, amit kell. Láthatjuk azt, hogy milyen brightnessen vagyunk, tehát milyen erősségen használjuk, illetve, hogyha az X verziónk van, akkor azt, hogy éppen milyen Kelvinen vagyunk, és ha mondjuk összekapcsolnánk több fényt, akkor még azt látjuk, és ennyi. Az LCD-nek szerintem ebben az esetben az a funkció, hogy több szögből lássuk, egyből ott legyen az információ, és nagyon szépen letisztultan minden ott van. Ami még a hátulján van a fénynek, az az, ahogy be tudjuk dugni a kábelt, ugye ez is egy fontos pont, mert nincsen olyan opciója, nyilván ez a különböző költségcsökkentések miatt az Amaran szériának, hogy mondjuk V-mount akkumulátorokat bele tudjunk rakni, de elég hosszú az a kábel, amit kapunk, 3 méteres kábelt kapunk, és amúgy egy ilyen clicking mechanizmussal oda csatlakozik ki a fényhez, ezért nem kell attól aggódnunk, hogy mondjuk kiesne. Ez nyilván akkor nem olyan fontos, hogyha egy ilyen otthoni setupban fixen használjuk a fényeket, de hogyha elmegyünk egy-két forgatásra, mozgatjuk ide vagy oda, az, hogy ez stabilan benne van, és ilyen hosszú kábelt kaptunk, nagyon jó opció. A V-mountos vagy akkumulátoros üzemeltetésről pedig annyit, hogy nagyon drágák a V-mount aksik, és ehelyett szerintem érdemes egy ilyen kis aggregátort, egy ilyen nagy powerbank, ha úgy tetszik, powerbank a fényeknek vagy videózáshoz beszerezni, mert nagyjából ilyen 3-5 V-mountos akkumulátor áráért van egy óriási erőforrásunk, és onnantól bármit be tudunk dugni, mint egy 220, és az üzemelteti
akár a semmi közepén az erdőben, vagy bárhol máshol. Annyira erős, hogy amikor itt veszek fel, és 25%-on van az A7S3-nak az alap S-Lock 3-as izójával, ami 640, még konkrétan rá kell raknom a Peter McKinnonnak a Polartróval közösen megcsinált ND filterét, és most 3 F-stappal lejjebb használom, hiszen a 24-1.4 GM, hogy legyen egy ilyen jó kis elmosott hátterem, 1.4-en használom, de még szerintem 2.8-on vagy 4-en is elég lenne, nyilván ND filter nélkül 25%-on ez a fény. Mielőtt áttérnénk a következő pontra, még azt el szeretném mondani, hogy firmware update-ek vannak, tehát olyan, mintha a szoftvereket tudnád frissíteni, ezt is az alkalmazáson keresztül, ami nagyon király, mert ugye az előbb említettem, hogy nem lehet a hűtést kikapcsolni, viszont egy nagyjából egy év elején vagy tavaly év végén jelentek meg az Amarannak ezek ugye a vonalai, a 100D, 200D és X, viszont tavasszal jött egy olyan firmware frissítés, amiben már be lehet például azt állítani, hogyha a hűtésről beszélünk, hogy maga a ventilátor az normál módban, vagy pedig egy lassabb módba, csendesebb módba menjen, illetve automatán. Tehát megveszünk egy ilyen fényt, amit nyilván sok évre tervezünk használni, de számíthatunk arra, hogy ahogy a technológia fejlődik, vagy a szoftver tudják optimalizálni, nagyon egyszer nem kell így USB, vagy mikro USB, főleg csatlakoztatni, hogy csinálják, appon keresztül minden, ahogy kommunikál, ezt meg tudja oldani. A következő pontban menjünk át arról, hogy milyen a design, és mennyire jó a felépítése. Ugyanis ez az iparág által elfogadott alumínium felépítéshez képest műanyag. Viszont ez nem látszik rajta. Nem tudom hogyan, de az Aperture megtalált egy olyan konstrukciót, hogy úgy építi fel, hogy látszik ezen, hogy ez prémium minőség, nagyon jó, a hűtés jól működik benne, a dizájnt eltalálták, nagyon jó ránézni, ez a matt, szürke finish, ahogy fel van építve, szerintem tényleg baromi jó. Igaz, hogy mondjuk nem akarnék egy olyan tesztet elvégezni, hogy mondjuk leejtem és leesik, azért mégiscsak egy műanyag fényről van szó, hogyha a jóval drágább eles, mint 120D, 300D fényekről beszélünk, mivel az egy nagyon-nagyon kemény metál kialakítással rendelkezik. Ha le is esik, nyilván annak se örülünk, de szerintem kisebb a valószínűsége annak, hogy mondjuk bármi baja essen. Itt jön az a pont, hogy ez most egy pro vagy egy kontra, de ugye sokkal könnyebb ezeknek köszönhetően a fény, és kisebb is. Ez miért jó? Könnyebb mondjuk felemelni, ide-oda elcipelni magunkkal, megfelelő helyre elrakni, viszont a másik oldalról ezt egyértelműen nem azért tervezték, hogy különböző produkciókba, különböző forgatásokon vigyük, és ne kelljen félnünk tőle. Ez ennek szerintem a legjobb szerepe, vagy helye ott van az életünkben, hogyha így, mint ahogy most itthon én használom ezt a fényt, és nem kell sokat mozgatnunk, akkor ott van stabilan. Persze el fogom vinni forgatásokra, mert egy nagyon erős fényről van szó, de igazából akkor jó, hogyha amikor valahol van, a stabilan ott tud lenni, és nem kell aggódnunk utána. Utána vagy érte? Érte aggódunk, nem utána. Na és most akkor térjünk át az alkalmazásra. Több ilyen különböző fénygyártónak, a Godoxnak, Falconize-nak, Digital Photo-nak vannak ugyanúgy apjai, amin keresztül összekapcsolhatunk fényeket, irányíthatjuk őket, de nagyon gagyik, meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon gagyik, és ehhez képest nem azt a szintet ért el az Aperture a Sidus Link-kel, hogy ez meg használható, hanem amikor arról beszélünk, hogy milyen egy alkalmazásnak a user experience-e, milyen gyönyörűen van megcsinálva, könnyen kezelhető, átgondolt, ez ott van a top szinten, a legszebb, legjobban használható appoknál. Olyan szintig le lehet menni, hogy ugye amikor mondjuk a tekerővel mi váltunk különböző mondjuk fényerőt, ahogy mondtam, nagyon szépen lehet váltogatni, ez egy lineáris mozgás. A Sidus Link abban még azt is beállíthatjuk, hogyha mi nem lineárisan szeretnénk, mint ahogy a legtöbb ember általában biztos, hogy így akarja, beállíthatjuk, hogy milyen ilyen forgásokba menjen, mondjuk először csak picit, utána meg gyorsan menjen,
eszméletlen. Ugye vannak nyilván beépített effektek, a tipikus rendőrautó, vagy paparazzi, de mi ezeket is még kisebb beállításokkal elláthatjuk, például, hogy milyen legyen a gyakorisága az egyes villanásnak, vagy kitalálhatunk saját magunknak is különböző effekteket, amiket elmenthetünk, és utána presetként elérünk. Maga az, hogy hogy kontrolláljuk a fényt, nagyon egyszerű, van két csúszka, ugye ha az X-ről beszélünk, egy a fényerő, másik pedig a színhőmérséklet, össze tudunk kapcsolni rengeteg fényt, és nem csak az Amaran vonalból, de ahogy említettem, nagyon remélem, hogy hamarosan tudok nektek csinálni egy olyan review-t, amiben az SGC Lightningról lesz szó, ugyanolyan tudással rendelkezik, mint a háttérben látható Digital Photo RGB tubok, ugye ilyen csövek, amúgy arról már van is egy videóm, ha nem láttad, nézd meg. Tök jó, nagyon megbízható fények, viszont a menüje nem a legjobb, és hát az alkalmazása katasztrofális. Tehát az első, amikor Androidra letöltöttem, konkrétan még így jelzett is az Android, mert ugye nem a store-ból tudtam letölteni, hogy biztos le akarod ezt tölteni. És ehhez képest az SGC Lightning kompatibilis a Sidus Link-el, tehát képzeld el azt, hogy van kettő ilyen Amaran fényed, van ilyen RGB csöved az SGC-től, és ezeket mind egy alkalmazásba tudod kontrollálni. És amikor ez a kontrolláció megvan, és mondjuk csinálunk egy effektet, legyen az mondjuk egy paparazzi effekt, tudja azt, hogy melyik, hogy helyezkedik el, és hány darab van, nyilván nem konkrét lokációban, csak tudja azt, hogy több van, és úgy csinálja ezt az effektet, hogy közben mindegyiket számításba vesz, és nem az, hogy mindegyik egyszerre villog, hanem valamilyen mesterséges intelligencia vagy programozás ezt is tudja az alkalmazásban, úgyhogy ha megtehetitek, én nagyon ajánlom, hogy olyan fényeket keressetek, amiben van kompatibilitás a Sidus Link app felé. Említettem már a fényerőt, de szeretnék erről egy külön szegmensben beszélni. Ha nem mondjuk egy super slow motion kamerával, amivel 4K 1000 FPS-t veszünk fel, szeretnénk felvenni, vagy mondjuk a ProBlends-t használjuk, amiről amúgy ugyanúgy van egy videóm, és mondjuk 48-as blendével kell felvennünk nem tudom milyen sötét helyeken, akkor a 200 watt az nagyon durva, ugye a más márkákhoz képest, megtévesztéshez képest, hogy van mondjuk 300 kérva, de kiderül, hogy 150 wattos, az Amarannak a 100 az 100 wattot jelent, a 200 pedig 200 wattot jelent, és az a durva, hogy a 300 wattos LS300D vagy X-nek a teljesítményét a 200D egy-egy ponton még túl is szárnyalja erősségben, eszméletlen, tehát ez a fény olyan brutál erőt ad nekünk, hogyha ilyen talking headben mondom, 25%-on használom, amikor ott vagyunk egy forgatáson, egy nagy teret beszeretnénk világítani vele, elég lesz, és az a durva, hogy amikor beszélünk arról, hogy mondjuk 400 ezer forint körül van, vagy lehet, hogy több is, egy LS300 és 150 ezer forintokért meg tudjuk venni mondjuk a 200D-t, akkor vegyük úgy, hogy 3-200D-t vehetünk, ami már ugye 600 wattnyi teljesítmény egy 300-nak az árába, egy 300D-nek vagy X-nek az árából, és elgondolkozhatunk azon, hogy mi az, amire szükségünk van, vagy csak veszünk két 200D-t és 200D-t, akkor már 4 fényünk van, tehát remélem érzitek azt, hogy ennek milyen ereje van, mint ahogy a fénynek, hogy kaptunk egy lehetőséget, hogy egy adott büdzséből sokkal több mindent el tudjunk érni. És hogyha már büdzsé, akkor beszéljük át az árazást. Ahogy mondtam, ezek ilyen 100-200 ezer forint közötti fények. Erre hadd puskázzak, mert ugye 4 pontos számot megjegyezni elég nehéz. Hát a 100D az 100 ezer forint, a 100X az 120 ezer forint, a 200D 140 ezer forint, a 200X pedig 160 ezer forintba kerül. Van az LS-nek, ami ugye a magasabb Lightstorm széria is egy most új belépő versenyzője, ez a 60, talán azt is elmondom, az ilyen 160 ezer forintba kerül LS60, 160 ezer forint viszonyításba, az LS300 vagy 600-as, meg tényleg 4-5-600 ezer forintokról beszélünk. A 120D-t talán azért nem húznám ide, mert az nagyon sokáig standard volt olyanoknak, mint Casey Neistat, Peter McKinnon, Daniel Schiffer, de
ezek az Amaranth szériák tényleg átveszik a helyét a 120D-nek. Egy dolog van, ami hiányzik innen, és ott megvan, ahogy mondtam, az a távirányító. Fények kapcsán eddig nem beszéltem kiegészítőkről, de mivel ez egy annyira durva fény, és egyrésztről vigyázni is szeretnénk rá, vegyük át, hogy mire van szükségünk hozzá. Egyrésztről kell egy nagyon jó állvány. Az állványhoz pedig legyen mindenféleképpen homokzsákunk, amivel súlyt rakunk rá, hogyha valami történne, vagy valaki neki megy, hogyha elegendő ellensúly van, akár csak az állvány aljára berakva, akkor sokkal kisebb a valószínűsége, hogy fel fogjuk borítani a fényt. De a legjobb állvány, amit én javaslok, az egy C-stand, erről majd fogok csinálni egy videót, hogy mikre lehet használni, és miért a legjobb választás egy C-stand, ha bár nagyon nehezek, de ez ugye az előnye is, csak hogyha szállítanunk kell, ez ugye egy fokú komplikációt eredményez nekünk. A másik, hogy mivel ezek ugye nem RGB fények, ezért használhatunk különböző ilyen előtéteket, kis ilyen zselés dolgokat, amiket, hogyha mondjuk kék, piros, narancssárga, akkor már tudtuk módosítani a fényt, és nem kellett néznünk más, sokkal drágább RGB fényt, plusz az Aperture ugye ebbe a vonalba nem is csinál ilyet. Ha egy valamit kérhetnék, akkor lehet, hogy az lenne, hogy alapból nyilván még több Amaranth szériás fény is jelenjen meg, és legyenek RGB verziójai, mint ahogy a Godoxnak például van is. A következő kiegészítő viszont a softbox, hiszen ha veszünk egy ilyen fényt, nagyon valószínű, hogy használunk egy softboxot, és most én szeretném bemutatni az Aperture-nek az ugyanúgy költséghatékony, legolcsóbb belépő kategóriás Octagon softboxát, ami a Light Dome SE nevet képviseli. És bevallom, hogy eléggé féltem tőle, mert nekem olyanok a softboxaim, hogy csak mint a simán egy ernyőt, ugye ki lehet nyitni, nem kell ezeket a pálcikákat egyesével berakosgatni. Volt ilyen, vettem ilyet és visszaküldtem, mert annyira nehéz volt, tényleg erőből így remegett a kezem az utolsó 3-4 pálcikának a rögzítésénél, és hát ez is ilyen, és nagyon féltem tőle, de hát Mark Twain-t idézve be kell vallanom, hogy ő azt mondta öregemberként, hogy rengeteget aggódott, de ez a legtöbb aggodalom igazából csak a fejében létezett. Hát ez is csak az én fejemben volt, mert annyira egyszerű volt összerakni, nyilván nem annyira, mintha csak kinyitnánk egy fényt, amiben alapból benne van ez a rendszer integrálva, de semmi gondom nem volt vele, nem idegeskedtem, nem kellett túl sok erőt kifejtenem hozzá, úgyhogy ez egy óriási előny, nem tudom, hogy találta ki az Aperture, de nagyon király. Amit még kapunk amúgy a dobozban, nagyon király, hogy van egy kis hortáskája, tehát hogyha szétszedjük, be lehet szépen rakosgatni, bár ugye ez sem az, amit feltétlen szétszedni, újra összerakni szeretne az ember, és kapunk hozzá 3 diffúzer, tehát egy ilyen lágyító, ugye ez a softboxnak az a soft diffúzív rétege. Kapunk egy olyat, ami nagyjából a softboxnak a közepébe kell berakni, tehát ez egy beljebb lévő, és kapunk 2 diffúzert, amit meg a legvégére, azért nézek erre, mert ugye itt van a fény, rakhatunk a fénynek, igazából csak egyet kell raknunk, de szerintem a másik pedig egy jó extra, és még egy honeycombot is, tehát mésejt rácsot is kapunk, amit rá tudunk rakni az elejére, hogyha mi azt szeretnénk. És mindezt egy nagyon olcsó, elérhető áron viszonyításképpen mondjuk a Light Dome Mini kerül egy olyan 80 ezer forintba, ez olyan 30-35 ezer forint, 100 euróért meg lehet venni, úgyhogy ha gondolkozol egy kezdésnek megint softboxon, és nem zavar az, hogy ezt így össze kell rakni, vagy mondjuk egy helyen van, akkor úgy gondolom, hogy az Amaranth és a Light Dome SE-nek a kombinációja egy nagyon jó, költséghatékony és teljesen profi hatást elérő kombináció tud lenni. Úgyhogy beszéljük át a végére azt, hogy kinek való ez. Egyértelműen azoknak, akik már szeretnék komolyan venni a filmezésüket, és hogy milyen világítást, milyen minőségű világítást használnak, másrészt pedig azt szeretnék, hogy a technika támogassa őket, és ne az legyen, hogy valami gagyi, olcsó fény vagy eszköz miatt ideges lesz, kiesik abból a kreatív flowból, és nem tud arra az alkotásra figyelni. Ugyanakkor mondjuk nem szeretne még olyan magas összegeket elkölteni, mint mondjuk egy LS széria kapcsán kellene, hanem szépen elkezdi építeni
a kis szettjét, a parkját, és ugye ezt is le lehet cserélni, ha valamiért később leszeretnénk, de szerintem egy nagyon jó kiegészítő tud lenni, hogyha mondjuk valaki már full befutott és felépítette a parkját, nem hinném, hogy egy Amaran fény olyan lesz, amit na jó, ezentúl akkor én nem használok, úgyhogy mindenkinek ajánlom, kivéve azoknak, akik egyfolytában különböző forgatáson vannak, és fontos az, hogy nagyon jó felépítésű legyen az ő fénye. Ahogy mondtam, ha egy valamit kérhetnék, talán egy RGB verzió, nem nagyon tudok más negatívat mondani a fényre, tényleg zseniális az egész, ahogy van, a Lido Messi-vel egy tökéletes kombinációt eredményez. Szóval összefoglalva, hogyha szeretnél egy elég kedvező áron lévő, de az aperture minőségi szintet hozó fényt, akkor ez neked való. És ami még neked való, hogyha tetszett ez a videó, hogy nyomj a feliratkozás gombra és a csengőre, hogyha még ezt nem tetted volna meg, és a like gomb alatt a leírásba megtalálsz linkeket, illetve csomó információt például arról, hogy ez a csatorna nem csak ilyen review-król szól, és ahogy láthattad, nem inkább egy ilyen technológiai oldalról, hanem tippek, én hogyan használom, saját tapasztalataimat osztom meg, de emellett elviszlek titeket különböző behind the scenes-es szituációra, ahol egy konkrét ügyfélforgatáson vagyok, de közben vlogszerűen megmutatom, hogy mit, hogy veszek fel, milyen eszközöket használok a gyakorlatban, és editálásban is milyen effekteket, mondjuk VFX dolgokat, stabilizálást, hogyan rakom össze, hogy használom a zenét, a hangokat, és mivel ez az egész egy vállalkozás fontos aspektusa is, hogy hogy építsük fel mi az üzleti önmagunkat, itt a háttérben, régen itt volt, most egy picit máshol a kamerám, szóval itt látható a könyvem, a Válj valóra, ami ugyanúgy a linkben megtalálható a leírása, és amúgy csináltam róla egy napi vlogot tavaly, úgyhogy ha még nem szántad el magad, hogy a könyvet megvedd, akkor javaslom, hogy nézd meg azokat a videókat is, és azt is, hogy találkozzunk a következő videóba. Köszönöm, hogy itt voltál, itt voltatok. Szia, sziasztok!